Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Háttérben, és nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégemet, külügyi Szabó Józsefet, külügyi szakértőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és én is nagy tisztelettel köszöntöm a műsor hallgatóit, nézőit. Három fő témával szeretnénk foglalkozni ebben a műsorban, a nukleáris elrettentő szerepről, hogyan változott ez, akár az elmúlt években az orosz-ukrán háború kitörése óta. Utána szeretnék kérdezni Oroszország háborújáról, amely ukrajnai frontokon zajlik, hogy ezt hogyan látja, illetve nyilván az izraeli háborúról, ami egy-két hete robbant ki. Ennek a geopolitikai aspektusairól szeretném majd kérdezni, de akkor kezdjük az elején a nukleáris elrettentő szereppel. Ugyanis nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy amióta ezzel a fegyverrel rendelkeznek bizonyos államok, nagyhatalmak, azóta hogyan változott ennek a fegyvernek a szerepe, elrettentő szerepe, és hol állunk most. Van-e akkora elrettentő szerepe ennek most, például napjainkban ma, mint ami volt egy 2,5 évvel ezelőtt például? Hát ezt a bonyolult kérdés halmazt nyilvánvalóan az aktualitásokba kell beilleszteni, és én akkor sokkal inkább a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus keretében próbálnám valamelyes módon megvilágítani ezt a kérdést. Én nagyon határozottan úgy vélem, hogy a nukleáris fegyver elrettentő szerepe, szerepköre egyáltalán nem változott. Tehát itt továbbra is arról van szó, hogy a nukleáris fegyvernek az a szerepe, hogy egy potenciális agresszort megakadályozzon abban, hogy a nukleáris politikát folytató államot nukleáris fegyverrel vagy egyéb módon megtámadja. A konkrét orosz-ukrán helyzetre levetítve pedig talán van egy olyan szerepköre is, hogy megakadályozzon más hatalmakat abban, hogy tevőlegesen beavatkozzanak ebbe a konfliktusba. Értem ez alatt, hogy fegyveres erőt alkalmazzanak ők is Ukrajna oldalán. Ugyanakkor azért különösen nyugaton megjelentek olyan vélemények, hogy ennek a nukleáris elrettentő politikának valahogy devalválódott a szerepe. Ezt azért tartom problémásnak, mert az ilyen nézet, szerintem megalapozatlan nézet, erre a következőkbe térek ki, a nukleáris elrettentési politika hitelességét ássa alá. És a hitelesség kérdése egy alapvető fontosságú volt, és ma is az a ilyen politikát folytató ország számára. Azok a nézetek, írások, amelyek a nukleáris elrettentési politika devalválódásáról írnak, azzal érvelnek, hogy Oroszország az elmúlt közel több mint másfél éves időszakban túl sokszor fenyegetett az atomfegyver alkalmazásával. Hát hozzá nem ért újságírói körök itt bevetették, hogy Oroszország taktikai atomfegyver bevetésére készül, stb. Ez mind-mind abból származik, tudatlanságból, hogy abszolút nem ismerik az orosz nukleáris elrettentési doktrinának a legalapvetőbb tételeit sem. Visszatérve arra, hogy az oroszok túl sokszor írnak erről. Ugye azt az értelmezést felejtsük el, ami magyar
újságírók tollából megjelent, hogy az oroszoknak tele lett a gatyájuk, félnek, és már a nukleáris fegyverrel fenyegetnek, szóval ezt felejtsük el. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy Oroszország a nukleáris doktrináját 2020 júniusában tette nyilvánossá. Tehát ugyan nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy Oroszország 1947 óta rendelkezik atomfegyverrel. Az atomfegyverek nagyon széles skálájával, termonukleáris fegyverekkel is, és igazából egészen 2020-ig azért nem nagyon volt ismeretes az, hogy Oroszország milyen elvek mentén alkalmazza a rendelkezésére álló nukleáris arzenát. Ez 2020-ban vált nyilvánvalóan, és az is teljesen világos, hogyha akkor nyilvánosságra kerül egy doktrína, akkor a hozzáértő szakemberek, sőt politikusok is, katonák, védelmi miniszter, vezérkari főnök, a stratégiai erők parancsnoka, stb. Nyilvánosan jelenteti meg azokat a nézeteit, amelyek a nukleáris fegyver alkalmazásával összefüggnek. Valóban sok ilyen írás jelent meg ezzel kapcsolatosan, de én ezt végső soron jónak is tartom. Jónak tartom azért, mert legalább megismerjük az oroszok gondolkodását. És itt most egy kis közbevetést hagyd tegyek. Orosz barátsággal szoktak engem megvádolni. Tehát akkor, amikor én azt mondom, hogy jó dolog az, hogy megismerjük azt, hogy egy adott kérdésben itt a nukleáris fegyver alkalmazásáról hogyan gondolkodnak az oroszok, egyáltalán nem azt jelenti, hogy azonosulunk azzal a nézettel, vagy elfogadjuk azt a nézetet, vagy akár pozitívan viszonyulunk hozzá. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ismereteket szerzünk arról, hogy egy az emberiség léte szempontjából egyébként alapvető kérdésben egy több mint 6000 töltettel rendelkező katonai nagyhatalom hogyan gondolkodik a nukleáris fegyver bevetéséről. És akkor, amikor Oroszország viszonylag gyakran fölveti ezt a témát, akkor egyáltalán nem azért teszi, mert fél valamitől, hanem azért, mert ez a nukleáris elrettentési doktrínából fakadó kötelesség, és sokkal inkább figyelmeztetésnek fogható föl, semmint fenyegetésnek. Putyin ugye legutóbb pekingi látogatása során vetette fel a nukleáris fegyver alkalmazásának a kérdését, nagyon határozottan leszögezte, hogy a világban semmi olyan változás nem történt, amely indokoltá tenni azt, hogy Oroszország változtasson a nukleáris doktrinájának a tételein. Oroszország két esetben fog atomfegyverhez nyúlni. Az egyik eset az, amikor Oroszország területét atomcsapás éri. A másik eszköz pedig az, amikor olyan nagy erejű, hagyományos fegyverekkel indított támadás érné, amely az állam létét fenyegeti. Azért ennek a közlésnek is vannak finomságai. Tehát a nukleáris elrettentési doktrína, amelyet ha implicite nem is, de
de azért érzékelhetően Oroszország három szakaszra bont. Van a nukleáris elrettentés politikájának vagy intézkedéseinek az időszaka, van egy átmeneti időszak, amikor már az atomfegyver alkalmazására is sor kerülhet, vagy előkészületeket tesznek az atomfegyver alkalmazására, és a harmadik időszakban pedig sor kerül az atomfegyver bevetésére. Tehát itt azért vannak olyan finomságok, hogy az oroszok azt mondják, pontosabban a doktrinális tételek között szerepel, hogy nukleáris fegyvert vettek be, de abban az esetben, amikor balisztikus, megbízható forrásból, ez fontos, mindjárt kitérek rá, hogy miért, amikor megbízható forrásból információt szereznek arról, hogy balisztikus rakétákat indítanak orosz területek irányába. A megbízható forrást azért említem, mert most egy picit vissza kell menni a múltba, hidegháború időszakába. 1984-ben volt egy olyan eset, amikor az orosz előrejelző rendszerek tömeges amerikai rakétaindítást észleltek, és valójában az ügyeletes tiszt tétovázásán, hidegvérén, ezt ma már nagyon nehéz eldönteni, múlt az, hogy az oroszok nem indítottak egy ellencsapást. Tehát az, amikor automatizmusok vannak beépítve egy ilyen előrejelző rendszerbe, az veszélyeket is hordoz magába, az embernek azért továbbra is nagy szerepe van. Tehát visszatérve, amikor ballisztikus rakéták indítására kerül sor orosz területek irányába, itt Oroszország nem fogja vizsgálni azt, hogy a ballisztikus rakéta milyen töltetet fog tartalmazni. Az idő ugyanis rendkívül lerövidül a döntésre. A doktrinális tételeket békeidőben éppen azért hozzák létre, hogy ne a veszély vagy a háború időszakában kezdjenek el a döntéshozók azon filózni, hogy jaj, most bevessük-e az atomfegyvert, ne vessük be, nincsen idő rá. Percek vannak a döntés meghozatalára, ezért már békében el kell dönteni azt, hogy milyen esetekben kerül sor az atomfegyverek alkalmazására. A doktrinális tételeket egyébként, vagy a doktrinális alapelveket egy sor egész dokumentum kiegészíti. Egész odáig, hogy célpont kijelölések is sorra kerülnek. Tehát a adott konfliktusra, az orosz-ukrán háborúra vonatkoztatva, ez azért azt jelenti, hogy az Egyesült Államok ugye egész idáig óckodott attól, hogy nagy hatótávolságú rakétákkal lássa el Ukrajnát. Ez ugye épp a napokban változott meg, amikor a HIMARS rendszerhez átadták a TACMS rakétákat. Ezek harcászati adműveleti rakéták hatótávolsága talán 300 kilométer, vagy meg is haladhatja a 300 kilométert. A britek átadták a Shadow Storm nevű, hát ez nem rakéta, mert ugye sokkal inkább robotrepülőgépről beszélhetünk. Ezekkel is támadtak már az ukránok. És ezeknek azért megvan a veszélye, hogyha orosz területeket céloznak be, akkor mi van, hogyha az oroszok automatikusan életbe léptetik a doktrinális tételeiknek azt a pontját, hogy ballisztikus rakéta indítását észlelték orosz területek felé. De akkor innen azt is tudja készíteni, hogy honnan jönnek ezek a rakéták, és oda szánnák a válaszcsapást a doktrina alapján? Természetesen. Az oroszoknak több mint 100 műholdjuk van
fönt. Ezeknek a műholdaknak a nagy része az úgynevezett korai előrejelző műholdak, amelyek érzékelik azt, ha a világ bármely pontjáról rakéta indítás történik. Ugyanakkor a műveleti terület fölött járőröznek az orosz A-50-es légtérellenőrzés korai előrejelző repülőgépek. Ebből a legújabb változatot egy-két hete adták át a csapatoknak. Hát annyi fejlesztés történt, hogy a repülőgépnek a rendszereihez integrálták a földi légvédelem rakétáit, rendszereit. Tehát igen, tudják érzékelni, koordinátákat tudnak meghatározni, és azonnali válaszcsapásokat tudnak kiváltani. Ez mire vonatkozik egyébként? Amikor azt halljuk, hogy atombomba, akkor rögtön Hiroshima és Nagasaki jut az eszünkbe, viszont azért szó van, úgy tudom, kisebb pusztítást okozó atomtöltetekről is, tehát ezeket szokták ilyen taktikai atombombának nevezni. Erre kitér egyébként az orosz doktrina? Az orosz doktrina sok mindenre kitér, többek között erre is. Az egyik doktrinális tétel azt mondja ki, hogy az atomfegyver ugyan a védelem fegyvere, tehát garantálja az ország szuverenitását és integritását, ugyanakkor azt is mondja, hogy a megtorlás fegyvere, és a következő doktrinális tétel pedig azt mondja, hogy elviselhetetlen károkat kell okozni az ellenségnek. Az Oroszország ellen atomfegyvert alkalmazó ellenségnek. Tehát szó sincs arról, hogy Oroszország a válaszcsapásában csak taktikai atomfegyvereket alkalmazna. Itt bizony egy nagy bombról van szó, és egy óriási mértékű pusztításról van szó. A taktikai atomfegyverek alkalmazását, mondom, szerintem a hozzá nem értő újságírók, klikvadászok vezették be, hogy erre bármikor sor kerülhet. A gyakorlati lehetőség egyébként megvan rá. Azért van meg rá, mert az oroszok az összes 152 milliméteres, vagy ennél nagyobb, ugye van nekik 203 milliméteres ágyújuk is, alkalmassá tették ezeket a lövegeket atomfegyverek kilövésére. Ezek harcászati szintű, tehát itt én fél kilotonnás atomfegyverek, amelyeket az ellenség 6 milliméteres mélységébe, mint egy 20 kilométeres mélységbe tudnak eljuttatni. De orosz stratégiai csapásmérő képességeket nyilvánvalóan nem ez a harcászati szint jelenti, egy úgynevezett triászt építettek ki. Ennek a triásznak az elemei a földi indítású hadászati interkontinentális balisztikus rakéták. Ezeknek ugye van állandó silójuk, vannak mozgó kilőállások, aztán van a légierő, a stratégiai csapásmérő légierő, és a harmadik, a triásznak a harmadik lába pedig a nukleáris rakéták hordozására alkalmas nukleáris meghajtású atomtenger alattjárók. Ezek, különösen ez az utóbbi, jelen pillanatban is szolgálatban van, tehát valahol az északi sark több kilométer vastagságú jégréteg alatt rejtőzködnek, tehát azok most a technikai jelenlegi állása szerint nem felderíthető helyen vannak.
Egyébként ez az orosz nukleáris doktrina eltér bármiben is a többi nagy atomhatalomnak a doktrinájától? Vagy azért itt hasonló elvek alapján gondolkodnak akár amerikaiak, akár kisebb? Szerintem túl nagy eltérés nincsen. A legfontosabb alapelv ugye a nukleáris nagyhatalmak részéről az, hogy elsőként nem alkalmaznak atomfegyvert. Ez egy nagyon fontos doktrinális tétel. A hidegháború éveiben, hát amennyire én annak idején ezzel a kérdéssel nagyon régen foglalkoztam, azért olvastam olyan nem döntéshozói, hanem alatta lévő és főleg katonai döntés előkészítői szinteken megjelent, ma már nyilvánossá tett amerikai dokumentumokat, hogy fölmerültek olyan nézetek, hogy egy atomháborút megnyerhetőnek tartottak abban az esetben, ha elsőnek alkalmaznak atomfegyvert. Ez a nézet viszont én úgy tudom, hogy a döntéshozói szintre, tehát hivatalos szintre sohasem került. A korabeli orosz gondolkodás ezzel szemben azt vallotta már akkor is, tehát ez a most 80-as évekről beszélünk, hogy egy atomháború nem nyerhető meg, tehát nincs értelme elsőként sem atomfegyvert alkalmazni. Azt hiszem, hogy Ivasutyin tábornok fogalmazta meg ezt, annak idején ő figyelmeztette az orosz vezetést, a szovjet vezetést is, meg a világot is arra, hogy egy atomháborúban az emberi civilizációt jelentő központok el fognak pusztulni. Azt hozzáteszem, hogy később a Szovjetunió védelmi védelmi tanácsa kollégiuma nem ezt a nézetet tette magáévá, tehát nem Ivasutyin tábornoknak a nézeteit fogadta el. Azt hiszem, hogy ő később a KGB elnöke lett, de ebben már nem vagyok biztos, ez már nagyon részletkérdés. Na most eljátszunk a gondolattal, hogy Ukrajna kap ballisztikus rakétákat. Ugye benne van az orosz doktrinában az, hogy ha ballisztikus rakéta indítást észlelnek, akkor válaszolhatnak egyébként egy atomcsapással. Hogy néz ki az amerikai álláspont egy ilyen esetben? Tehát, hogyha Ukrajna indít egy ilyen megelővet, egy ilyen ballisztikus rakétát, erre az oroszok akármilyen atommal válaszolnak, leegyszerűsítve a kérdést, akkor hogyan néz ki például az amerikai válaszreakció? Tehát, hogy egy atomhatalomnak nyilván egy másik atomhatalommal szemben nincsen értelme csapást indítani, mert jön a válaszcsapás, viszont egy nem atomhatalommal szemben van. Hát egy picit hagyj bővítsem ki a kört, mert sokkal több veszély van. Tehát az orosz doktrína azt is tartalmazza, hogy akkor is atomfegyverrel fognak válaszolni, hogyha azokat a létesítményeit éri akármilyen támadás, amely a nukleáris válaszcsapást lehetővé tenni az oroszoknak. És az elmúlt év végén, novemberben, decemberben az ukránok megtámadták az Engels légibázist, amely viszont az orosz nukleáris TIASZ-nak az egyik alapbázisa volt. Az oroszok nagyon visszafogottan reagáltak, tehát ők igazából válaszcsapást nem mértek. A Engels légibázisról noha ott atomraktár is van, sőt az Engels légibázistól nyugatra 36 kilométerre egy rendkívül nagy atomraktáruk van, tehát ők elköltöztették a csapásmérő repülőgépeket.
Tehát a gyakorlati orosz válasz ez, hogy nem alkalmaztak atomfegyvert. Tehát innentől kezdve a kérdése is csak feltételezés lehet. A gyakorlat azt mutatja, hogy az oroszok egyenlőre nagyon visszafogottan reagálnak. A kérdés másik fele az Egyesült Államok. A hidegháború éveiben egyébként az Egyesült Államok az atomfegyver vonatkozásában pont úgy viselkedett, mint most a Szovjetunió, mint most Oroszország. Tehát az Egyesült Államok is igen gyakran kinyilvánította abbéli szándékát, hogy kész és képes megvédeni Európát, mégpedig atomfegyver alkalmazásával. Ezt neveztük annak idején, hogy az atomerdőnek. Az Egyesült Államok sem azért tette ezt, mert félt, hanem figyelmeztetett. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a két nagyhatalom adott helyzetekben ugyanúgy kommunikál, ugyanúgy viselkedik. Igazából a veszélyét, tehát én per pillanat nem látom annak, hogy az oroszok bármilyen szinten is atomfegyvert alkalmaznának. Innentől kezdve Amerika részéről sincs veszély. Azt egyébként kétlem, hogy egy nem hadviselő fél, egy papíron nem hadviselő fél atomfegyverre avatkozna be egy helyi háborúba. Nincs értelme. Amerikának nem az a célja. Amerika háborús célkitűzése, mert van ilyen, attól függetlenül, hogy nem hadviselő fél, bár ez is kérdéses, és mindjárt megmondom, hogy miért. Tehát az Egyesült Államok által megfogalmazott háborús célkitűzése Oroszországgal szemben az, hogy meg kell gyengíteni Oroszországot. Bár az én véleményem az, de nem csak az én véleményem az, hanem például az amerikai konzervatív politológus véleménye is ugyanezt tükrözi, hogy Oroszország ugyan nagy stratégia szintjén kezd hát játékos lenni globális szintéren, de a játékosok közül Oroszország a leggyengébb, és olyannyira gyenge, hogy igazából még Európában sem képes befolyásolni a viszonyokat, de döntő módon és döntő mértékben nem. Tehát én úgy gondolom, hogy a veszély igazából nem itt van. A veszély ott van, hogy mind a két nagyhatalom azért, sőt a harmadik nagyjátékos Kína is azért egy nagy arányú atomprogramba kezdett. Mind a három nagyhatalom fejleszti az atomütőerőit. Az oroszok ugye épp a napokban hajtottak végre egy stratégiai szintű gyakorlatot, amikor gyakoroltatták mind a tengeri, mind a légi, mind pedig a szárazföldi kilövőerőiket. Tehát interkontinentális ballisztikus rakétákat lőttek ki, nukleáris fej nélkül persze. Az Egyesült Államok a nyáron hajtott végre kilövést a Minuteman rakétáival. Kínáról az a hír járja, hogy 500 újabb eszközzel bővítette az atomarzenáját. Tehát itt elkezdődött megint egy verseny, a nemzetközi szerződések, a vonatkozó nemzetközi szerződések szintjén, ugye még a múlt évben az INF szerződésből ez a közepes hatótávolságú atomfegyverekre vonatkozott,
kilépett mind az Egyesült Államok, mind Oroszország, stratégiai szinten a CTBT-ből ez az átfogó atomcsend egyezmény, de magyar két ország viszonylatában hatályban van ugyan, az Egyesült Államok parafálta, de nem ratifikálta, Oroszország parafálta is, és ratifikálta is ezt a nemzetközi egyezményt, azonban körülbelül egy hónapja Oroszország úgy nyilatkozott, hogy követő magatartást tanúsít, tehát úgy fog a CTBT szerződéssel kapcsolatosan is viselkedni, ahogy az Egyesült Államok. Ez azt jelentette konkrétan, hogy a Duma elé került a CTBT parafálásának a visszavonása, és ezt első olvasatban meg is szavazta a Duma. Tehát az igazi veszély itt van, hogy most már a szerződéses kötelezettségek, most majdnem azt mondtam, hogy nem terhelik az országokat, azért ezt mégsem mondom, mert a parafálás mégiscsak megtörtént. Tehát ez azért valamilyen szinten jelzi azt, hogy az aláíró államok tartják magukat a szerződéshez. Itt baj és probléma akkor lesz, hogyha bármelyik állam kísérleti atomrobbantást fog végrehajtani. Műholdas felvételek azt mutatják, hogy mind a három globális játékos, tehát az Egyesült Államok is, Kína is és Oroszország is a kísérleti terepeit előkészítette. Hogy az előkészítés pontosan miben áll, hogy valóban robbantani akarnak, ezt nem tudom. Orosz részről elhangzott egy olyan közlés, hogy ők elsőként nem fognak kísérleti atomrobbantást végrehajtani. De ennek mi a lényege, mi a jelentőség egy ilyen kísérleti atomrobbantásnak? Ez üzenet a másik fél számára, vagy csak próbálgatják, hogy működik-e úgy a rendszer, ahogy ők elképzelik? Ez a kisebb dolog, hogy természetesen azért meg kell próbálni, ki kell próbálni az eszközöket, hiszen ezeket elég régen készítették, stb., hogy dobbanó képes állapotban vannak-e, de ez az elhanyagolható jelentősége. Ugye a bevezető mondataimban utaltam arra, hogy hitelessé kell tenni a szándékot. Itt a gyakorlatilag annak a képességnek a demonstrálásáról van szó, hogy az ország nem csak kész, tehát nem csak politikai döntés van meg, hanem gyakorlatilag is képes az atomfegyver alkalmazására. Ennek az első fázisa ugye a hordozó eszközöknek a kipróbálása, a következő fázisa a magának a atomrobbanó fejnek a kirobbanása, a atomrobbanó fejnek a kipróbálása, tehát a hitelességet azt mindenképpen alá kell támasztani, és egy harmadik megközelítésben pedig nyilvánvalóan egy eszkalációs lépcsőfokot jelent, hogyha egy kísérleti atomrobbantásra sor kerülne bármely ország részéről is. Na, de kicsit jobban szeretném, ha rá tudnánk most fókuszálni akkor az ukrán frontra, illetve Oroszország háborújára itt Ukrajnában. Izraelre nem biztos, hogy lesz időnk, de nem bánom, hogy kicsit így hosszabban beszéltünk erről az első témáról, mert ritkán kerül szóba, és ritkán kerül szóba ilyen szempontok alapján. Úgyhogy köszönöm szépen. De mi történik most az orosz-ukrán fronton, illetve ön mire következtet mindabból, amit Vlagyimir Putyin az elmúlt időszakban elmondott, amilyen kijelentéseket tett, amilyen fórumokon részt vett, akikkel találkozott, ugye ezek most mind hírértékkel bírnak, hogy hova megy, kivel beszél, mit csinál, mire következtethetünk mindebből?
Hát ugye a legfontosabb információ Orbán Viktortól származik, aki azt mondta a Putyin elnökkel való találkozója után, hogy egyáltalán nem tud megnyugtató hírekkel szolgálni, és a következő hónapok bizonyos szempontból az áttervezési időszakát jelentik Magyarország számára is. Hát én ebből azt a következtetést mondtam le, hogy egyrészt Oroszország fölkészül és fölkészült arra, hogy egy elhúzódó háború lesz. Ez az egyik pont. A másik, Oroszország a csatamezőn kívánja eldönteni a háború sorsát. Ugyan még az elmúlt napokban is olvastam azt, hogy Oroszország kész tárgyalni az ukrajnai helyzet megoldásáról, azonban nyilvánvalóan itt az orosz feltételek szerinti tárgyalásról van szó, nem pedig Zelenszkij elnök 10 pontja lesz a tárgyalóasztalon. És a harmadik pont, hogy Oroszország győzelemre készül. Most ennek eszköze lesz az ukrán haderő teljes megsemmisítése, illetőleg az ukrán haderőt kiszolgáló, még megmaradt ukrán védelmi iparnak a teljes megsemmisítése. Ez, bocsánat, azokat a fegyvergyárakat is jelentheti, amelyekről most hallottunk legutóbb pár hónappal ezelőtt, hogy oda költöznének, akár a Rheinmetallnak, vagy a egyéb más ilyen fegyvergyárnak az épülő ingatlanjai? Hát én egyelőre csak a deklarációk szintjén tudok ilyenekről. Azt nem tudom, hogy ténylegesen megkezdték-e az építést. Én szerintem a németek nem annyira ostobák, hogy egy háborús ország területére vinnének egy olyan beruházást, amelyet az oroszok pillanatok alatt szétlőnek. Ugyanis nem lehet megfeledkezni arról, hogy Oroszországnak megvan a képessége arra, hogy Ukrajna teljes mélységére csapásokat mérjen. Tehát láthatjuk azt is, hogy Lemberg is célpont lehet, amelyik azért Nyugat-Ukrajnában van. Tehát én igazából nem látom per pillanat gyakorlati értelmét annak, hogy nagy nyugati cégek komoly beruházásokba kezdjenek Ukrajna területén. Igen, itt bocsánat, annyi, hogy még itt a nyáron arról volt szó, például a portfóliós írt róla, hogy egy nyár végén megkezdheti a működést a Rheinmetall első ukrajnai harci jármű javító üzeme. Ugye kaptak is fenyegetést egyébként Oroszországtól, hogy le fogják bombázni az Ukrajnán belül létrehozott üzemeket, de a német hadipari óriás erre azt válaszolta, hogy majd viszik a saját légvédelmi eszközeiket. Na most ugye ez az egyik nyári hír ezzel kapcsolatban, most csak azért vetettem föl, hogy ezt nem, akkor ezek szerint még nincsenek erről biztos információk. Hát arról egyébként lehet szó, és ezt a lengyelek is csinálják az Ukrajnának juttatott lengyel eszközökkel, hogy azért vannak, ugye minden dandárnak vannak műszaki javító zászlaljai, amelyek képesek arra, hogy hadtéri kisjavításokat elvégezzenek. Tehát az elképzelhető, hogy azoknál a ukrán dandároknál, amelyek például a harckocsi zászlaljaikban Leopard A2-es harckocsikat kaptak, hogy ezeknek a dandároknak a műszaki zászlaljaiban vannak olyan német szakemberek, akik a tábori körülmények között a kis javításokat el tudják végezni. Itt a probléma nagy javításról, javítással van, ezt csak Lengyelország területén tudják elvégezni.
Tehát egész biztos, hogy nagy javításra Lengyelországba viszik a készülék, a meghibásodott alkatrészek, a meghibásodott harceszközöket, de ha jól tudom, Szlovákia és Lengyelország is felajánlotta a saját honi területein lévő javító bázisokat arra, hogy ott sor kerülhet nyilvánvalóan a volt szovjet időkből származó harceszközöknek a nagy javítására. De, tehát a válaszom az, hogy is, tehát elképzelhető, hogy a német szakemberek ott vannak, elképzelhető az, hogy tábori körülmények között a kis javításokat el tudják végezni, de hogy ott komoly nagy javításra képes létesítményeket építettek volna, ezt nem hiszem. De akkor arra lehet következtetni, hogy Oroszország végül is, most így leegyszerűsítve, végül is pontot akart tenni ennek a háborúnak a végére, és akkor lehetett olyanokat is olvasni, hogy most készülnek egy nagyobb ütközetre, vagy egy nagyobb tehát egy nagyobb erőkifejtésre ezen a front szakaszon, viszont emellett halljuk azt is, hogy elhúzódó háborúról lehet szó, hogy lehet ezt a kettőt összetenni, kérdezem ezt laikusként. Hát legfőképpen úgy, hogy ami most megfigyelhető, és a mainstream médiában nem nagyon jön át, a kék-sárgába öltözött drukkerek és szakértők pedig nem hiszik el, vagy nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget a dolgoknak. Oroszország egyrészt egy rendkívül nagy arányú haderőfejlesztésbe kezdett bele. Azt nem mondanám, hogy haderő átstruktúrálásba, bár bizonyos szempontból erről is szó van. A néhány hónappal ezelőtt Oroszország két új összfegyvernemi hadsereget hozott létre, és már a frontokra is dobta ezeket a hadseregeket. Az egyik a 18. összfegyvernemi hadsereg, amely úgy hadseregként jelent meg, ez a Nyeper mellé a Nyeper hadseregcsoport kötelékébe került. A másik hadsereg a keleti katonai körzet területén létrehozott, de a déli katonai körzet parancsnoksága alá tartozó 25. összfegyvernemi hadsereg. Ez a épp az elmúlt napokban, tehát ez egy teljesen friss információ, a Západ hadseregcsoport állományába került, ezt felváltotta gyakorlatilag a második összfegyvernemi hadsereget és a 41. összfegyvernemi hadsereget, mind a két hadsereget az oroszok átcsoportosították Avgyijevka környékére. Avgyijevkánál most egy rendkívül nagy orosz előcsoportosítás látható, oda vitték a teljes 8. összfegyvernemi hadsereget, per pillanat ez Oroszországnak a legnagyobb létszámú hadserege. Ennek kötelékében van a vagy eredetileg a 8. hadsereg két gépesített lövészhadosztállyal rendelkezett. Január 1-ével megkapta az első hadtestet és a második hadtestet, ez a volt Donyecki népköztársaságnak, illetőleg a volt Luhanszki népköztársaságnak a hadtestei voltak. A 8. hadsereg most egyedül körülbelül az én számításaim szerint a létszáma meghaladja a 80.000 főt. Ráadásul erősítésként Avgyijevka környékén megkapták az úgynevezett Z-Storm zászlajakat is. Ezt ugye az orosz védelmi minisztérium hozta létre,
a orosz börtönökből toborzott emberekből. Tehát amit Avdijivka környékén most látunk, az egy katlan kialakítása. Az oroszok rendkívül nagy erőket csoportosítottak Avdijivka környékére. Az már régóta látható volt egyébként, hogy az oroszok Donyecktől a harci érintkezés vonalát minél távolabb akarják vinni. Csak ehhez ugye erő kell. Ezt az erőcsoportosítást most hozták létre. Én úgy gondolom, hogy itt kezdeti sikereket elértek, kezdeti taktikai sikereket. Az erő nagysága viszont azt mutatja, hogy az avdijivkai katonát létre fogják hozni, el fogják foglalni Avdijivkát. Ez nem egy-két nap műve lesz, de azért nem is beláthatatlan időn belül. Én 3 hónapnál többet nem adok annak, hogy Avdijivka elessen. Még úgy is, hogy közben jön ez a téli időszak, ez az úgymond esős időszaknak nevezett időszak? Most holnaptól már novembert fogunk írni. Novemberben talán még lesznek esős időszakok, de december, január, az ott már keményebb tél. Tehát én úgy gondolom, hogy február elejére a hírek arról fognak szólni, hogy ahogy Avdijivka esett. Elképesztő nagy orosz erőcsoportosítás van. És ezen kívül az oroszoknak még bőven van stratégiai tartalékjuk. Tehát itt nem csak a jelenlegi erőcsoportosítást kell nézni, hanem azt is, hogy milyen stratégiai tartalék áll az oroszok rendelkezésére. A legújabb közlés szerint rendelkezésükre áll körülbelül 300 ezer új szerződéses katona, és körülbelül 80 ezer önkéntes katona. Ezt a 80 ezer önkéntes katonát a Barsz zászlajakba fogják szervezni. Itt az életkor ugye 40 plusz, de kiszolgált katonákról van szó, tehát nagy élettapasztalattal, nagy harci tapasztalattal rendelkező emberekből létrehozott egységek, alegységek lesznek ezek, illetőleg orosz szándék szerint a meglévő személyi tartalékból a jövő évre már létre fognak hozni egy újabb összvegyelmi hadsereget, 7 képesített lövészhadosztályról és 19 dandáról beszélnek. Na most ez a 7 képesített lövészhadosztály és a 19 dandár azért lényegesen többre elegendő, mint egy összvegyelmi hadseregből, hadsereg. Különösen akkor, hogyha számításba veszem azt, hogy van olyan orosz összvegyvernői hadsereg, 3 is, amely 3 gépesített lövészdandárból áll csak. Tehát én úgy gondolom, hogy személyi tartalék bőven áll rendelkezésre. Az alapvető kérdés az oroszok számára az, hogy a szükséges felszereléssel, fegyverrel, lőszerrel, harceszközzel ezt a most már nagy állományt el tudják látni. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok per pillanat rendelkezhetnek olyan 700 ezer katonával, amely alkalmazható az ukrán harci övezetben, harci területben. Területen. Azért hangsúlyoztam azt, hogy alkalmazható, mert ezen kívül Oroszország még rendelkezik sorállománnyal is,
Évente körülbelül 260 ezer főt hívnak be sorkatonai szolgálatra. Őket nem tudják, törvény szerint nem alkalmazhatják a ukrajnai harci területen. Ugye Oroszországnak azért számításba kell venni azt, hogy több hadszintére kell figyelnie. Tehát ott van nekik a keleti hadszintér, ott van nekik az északi-tengeri hadszintér, ott van nekik a nyugati hadszintér, ott van a délnyugati hadszintér, amely felől eli, és egy picit érinteni fogom azért Izraelt is, amely felől eli a földközi tenger teljes medencéjét. Északról ugye a benyúló államok teljes területével együtt gondolok, itt például Olaszország vagy Görögország esetére, de Észak-Afrika vonatkozásában a partmenti sávot. A felelősségi területért, ezért a felelősségi területért az oroszoknak a déli katonai körzete a felelős, és ugye itt már szóba jöhet Izrael, a Közel-Kelet. Ha a Kaszpi-tengert is figyelembe veszem, akkor ott már ugye játékos lehet, és szóba kerülhet Irán is. Tehát, ahogy látható, nagy stratégiai szinten egy, és katonai biztonsági szintet érintve ebből, egy egész bonyolult probléma halmazzal állunk szemben. Sajnálatos módon ennyi fért az időnkbe ma, de nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Szabó József külügyi szakértő volt a vendégünk. Köszönöm a lehetőséget.